kick in the big game. Nailed my driving test. Misspelled my ex-girlfriend's name on the tattoo on my chest. Cause I can't do nothing right, and I can't seem to get along. I've forgotten what it looks like. Nem csak a szovjetek felejtették magukat Kelet-Európában és Balkánon hosszú időre, hanem az amerikaiak is Nyugat-Európában. Csak egy példa ezzel kapcsolatban, az amerikaiak akkori üdvöskéje Elvis Presley, amikor bevonult a seregbe 1958-ban, egyszerre csak Németországban találta magát. Kedves egyetemi hallgatók, tisztelt nézőink! Előző adásainkban többször is szó esett arról, hogy 1945 tavaszán nyarán a második világháború lezárását követően az Egyesült Államok és a Szovjetunió a náci Németországot legyőzve együttesen szembe kerültek régi ellentétek jöttek elő. A Szovjetunió változtatott, nagyon hamar változtatott a háború utáni stratégiáján. Nyílt kártyákkal kezdett játszani. A szovjet vezetés, főleg Sztálin 1946-os februári beszédet követően hirdeti az osztály nélküli társadalom felépítését. A lényegében a tőkés világrend elleni offenzívát, és immár fél Európára kiterjedt ez az ellentét, és főleg Sztálin 1946-os februári beszédét követően kiderült, hogy a világforradalom bár más változatban, valamilyen formában, főleg Szovjetuniókból kiindulva folytatódni fog, birodalmi ambíciókkal megspékelve. Persze a Szovjetunió változatlanul hátrányban volt az Egyesült Államokkal szemben, Amerikának Nagasaki és Hiroshima óta volt atombombája, a Szovjetuniónak nem volt. Azon kívül egy érdekes jóléti verseny is megindult, 1946-ban hatalmas éhínség pusztított a Szovjetunióba, Sztálin mégis rengeteg gabonát szállít, főleg európai országokba, Franciaországba, Belgiumba, Csehszlovákiában, főleg ahol választások vannak, jólétet produkálni, megmutatni a fél világnak, hogy a Szovjetunió talpon áll, közben a szovjet gabonok készlet legalább legkevesebb 10%-a nem az éhező és fázó szovjet lakossághoz jut. Most az atombombának, ami az Egyesült Államokat illeti, ez már egy másik kérdés, csak röviden erről, hármas osztatú feladat volt részint padlóra küldeni Japánt, megőrizni ezzel körülbelül 1 millió katona és tiszt életét, amennyiben partra szállnak Japánban, tehát óriási véres háború folytatódott volna, de ugyanakkor volt még egy szempont, új status quo a Szovjetunióval szemben. És aztán 1947-es év a Marshall terv, a Marshall segély terv, a Truman-féle doktrina mintegy továbbfejlesztésének az időszaka, előkészítés időszaka, mert 1948 áprilisában világszerte működésbe lép ez a Marshall terv, amely szintén három osztatú, ha úgy tetszik, a három úgy látszik egy bűvös szám a számunkra, az amerikai gazdaság második világháborús fellendülésének megtartása, Nyugat-Európa Jaltában kialkudott részének kötése, láncolása az Egyesült Államokhoz, és megakadályozni, hogy Nyugat-Európa több országában, hát főleg két nagyobb országban, Franciaországban és Olaszországban a kommunisták hatalomra kerüljenek, és egy ilyen segélyprogram keretében ezt meg lehetett akadályozni, ahogy ez meg is történt, és végül pedig egy olyan jóléti verseny elindítása, amely talpra állítja a háború után padlóra került
Európát, és ugyanakkor megerősíteni Európát az Egyesült Államok égisze alatt, hogy Amerika visszatér a háborút követően ismét Európában. Az 1947-es év, tehát a segélyterv kialakításában, elindításában lényegében rejlik, és 1948 áprilisától 1952 nyaráig összesen 14 milliárd dollárnyi segély, főként amerikai áru formájában jut 17 európai országnak. Most ennek a tervnek, a segélytervnek volt egy fontos neve, Marshall-terv. És itt álljunk meg egy pillanatra. Furcsa dolog, de eszembe jutnak ilyenkor a személyes találkozásaim. Egyik néhai jó barátom, a Stanfordi Hoover Intézet vezető munkatársa, halott már sajnos rég, Robert Conquest, a kommunizmus és a sztálini Szovjetunió, talán egyik legnagyobb kutatója a világon, már nagyon öreg volt, 90-hez közel, és egyszer a Hoover toronyban ültünk az irodájában, nézegettük a különböző kéziratokat, és egyszerre csak egy furcsa dolgot mondott, Marshall-terv került szóba, és akkor azt mondta, hogy ha Sztálin nincs, ha Truman nincs, persze a történelemben nincs ilyen, ők voltak, de ez a két ember megakadályozta, hogy a második világháború követően egy Hopkins segélyprogram jöjjön létre, és akkor talán a Szovjetunió és az Egyesült Államok kapcsolata másképp alakult volna. De nem alakult másképp, Marshall-terv, ebből kell kiindulnunk, és folytatódott a beszélgetés. Ki is volt Harry Hopkins? Roosevelt elnök majdhogy nevelt fia, majdhogy alter égója. Roosevelt elnök bizalmasa, és Sztálin számára Hopkins etalon volt. Sztálin paranoiás, rendkívül gyanakvó ember volt, amerikaiakból pláne nem bízott, még Rooseveltbe sem, bár különbséget tett, mondjuk például Milovan Gyilasszal beszélgetve Moszkvába, kifejtette, hogy Roosevelt azért egy nagy vonalú ember, bár ellenség, nem olyan kistílű gazember, mint Churchill. Jellemző volt Sztálin, hát véleménye ezekről a vezető politikusokról, amikor 1944-ben bőven szövetségesek voltak még. Na most Hopkinsban majdnem megbízott, mivel 1941 nyarán, amikor a Szovjetunió legrosszabb helyzetben volt, amikor Hitler mint kés a vajba hatolt be Szovjetunió testébe, és a németek körülvették Leningrádot, elfoglalják Kijevet, és Moszkva felé nyomulnak, akkor Hopkins Roosevelt elnök megbízásából megérkezik Moszkvába, tárgyal Sztálinnal, és visszatérve mindent megtesz. Nagyon sokan ellenezték ezt, hogy a Szovjetunió nagyon komoly segélyt kapjon az úgynevezett Lend-Lease program keretében. A háború alatt Hopkins ugyancsak mindent megtett Washingtonba, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok között egyre szorosabb legyen a kapcsolat, és miután Truman elnök lett, és Roosevelt meghalt, Hopkins pedig halálosan beteg volt, mert már megoperálták egyszer a gyomrát, rákja volt, gyógyíthatatlan betegség, tudta pontosan, hogy neki esetleg hónapjai, netán te hetei vannak hátra, és mégis vállalta Truman megbízásából, aki úgy látta, hogy a Szovjetunióval nem sokra megy, és aki szabályosan letorkolta Molotovot, amikor tárgyalt vele a Fehérházban, olyan durván beszélt vele, amit Roosevelt soha nem is engedett volna meg magának. Hopkins elmegy Moszkvába feleségével, akkor nősült nem olyan rég, bár tudta, hogy meg fog halni, és Sztálin 7 alkalommal fogadja Hopkinst, azt hiszem senkivel nem volt ilyen, nyájas és kedves Sztálin. Sztálin pazar ajándékokat adott át Hopkinsnek és feleségének, és Sztálin a végén
elkeseredetten megemlítette neki, hogy kár, hogy nem egyeztünk meg. És Hopkinsnek jól esett, hogy Sztálin annyira bízik benne, de amikor visszatért Washingtonba, leültek tárgyalni Trumannal, más vezető amerikai politikusokkal, ő is lényegében úgy látta, hogy azok a szép és jó idők, ő nagyon sokra tartotta Sztálint és a sztálini Szovjetuniót, ki tudja miért, ki tudja hogyan indult ez a nagy empátia a Szovjetunió iránt benne, azt mondta, hogy ez a dolog már nem fog menni. Na most miután Hopkins meghal, Roosevelt korábban meghal, több vezető amerikai politikus, Truman körül, a szovjet kérdés szakértői, olyan, mint Averell Harriman, aki nagykövet volt a Szovjetunióban, olyan, mint George Kennan, aki a Moszkvai Amerikai Követség második embere volt, és egy hosszú táviratban, ennek a hosszú táviratnak külön hatalmas szakirodalma van, könyvek készültek erről, és Kennan figyelmeztette az angol és az amerikai világot, az angol szász világot, de persze főleg az Egyesült Államokat, hogy a Szovjetunióval nem mennek sokra. Ez egy ádáz ellenség. És mások, például Acheson, a külügyi tárca második embere, ők figyelmeztetik Trumant, hogy a Szovjetunióval szembe fel kell épülni, meg kell erősödni, fel kell fegyverezni jobban az amerikai hadsereget, hát az atombomba ott van, de hát vannak hagyományos fegyverek is, Szovjetuniónak rengeteg tankja van, a szovjet vörös hadsereg nagyon ütőképes, és akkor lényegében ráveszik ők Trumant, de hát Trumant, hát könnyű volt katot táncba vinni. A Truman doktrína keretében 1947-ben már segíti a Szovjetunióval szemben Görögországot és Törökországot. De ezen a ponton ezek a politikusok nem állnak meg, és közéjük tartozik, és talán a legbefolyásosabb ember Truman környezetében George Marshall tábornok, aki az amerikai hát külpolitika fontos irányítója, egyes számú irányítója. George Marshall egy jó szándékú ember volt, mint magánember. Egy kiváló koponya, nagyon fontos és jó hadvezér, és ugyanakkor emberből való ember volt. Orson Welles, a Roosevelt féle adminisztráció, hát szövetségese a Hollywood és általában az amerikai értelmiség körében. Ő még beszédeket is írt Roosevelt számára, legalábbis szerkesztette ezeket a beszédeket. Emlékezett, hogy egyszer tanúja volt egy ilyen belső körnek az összejövetelének, és akkor egy egészen alacsonyabb beosztású hát amerikai katona véletlenül betévett oda, és félrehívta George Marshallt, aki egy körnek a közepén ült, az elment, leült vele beszélgetni ezzel a fiatal és hát semmi beosztást nem viselő katonával, és épp úgy meghallgatta őt, mintha tegyük fel Rockefellert hallgatta volna meg, vagy DuPont, vagy bármilyen amerikai tőkést, vagy bármilyen tábornokot, vagy az amerikai elnöki adminisztráció bármely befolyásos tagját, hogy ő emberségből jelesre vizsgázott, amikor nagyon komolyan meghallgatta ezt a katonát, aki megdöbbenve távozott, hogy egyáltalán ember számba vették őt. Marshall korábban nagyon felnézett Sztálinra, nem is titkolta ezt. És Sztálinnak is nagyon tetszett Marshall. Teheránban, amikor úgy érdeklődött Roosevelttől, még Churchilltől is, hogy vajon ki lesz, aki a normandiai partraszállást majd, ha megindul a második front, ki lesz ennek a frontnak a parancsnoka, a két angol szász vezető, hát nem válaszolt erre, és akkor Sztálin azt mondta, jó lenne, ha Marshall tábornok kerülne szóba.
Sztálin egyik alkalommal valami ilyesmit mondott, hogy úgy bízom Marshallban, mint saját magamban. Persze ez demagógia volt. De akkor is hiú volt Marshall a maga módján, és ez jól esett neki. Marshall több háborús kitüntetést egyébként visszautasított, de nagyon nagy örömmel átveszi a szovjetektől a Szuvorov rendet. Ez olyan hadvezéreknek járó rend, akik stratégiai fontosságú akciókat irányítottak a II. Világháború idején. Gromyko, washingtoni szovjet nagykövet átadja ezt a rendet. És Moszkvában 1947 áprilisában sor kerül egy külügyminiszteri értekezletre, és akkor Marshall megérkezik oda. Négy külügyminiszter jött össze Moszkvába, amerikai, szovjet, angol és francia. Ők sok mindent megtárgyaltak, ott éles viták vannak köztük, például mi legyen Németországgal, egységes állam, nem egységes állam, a párizsi békeszerződés értelmében Ausztria nem kötött békét, mivel a szövetségesek szintén különböző módon ítélték meg ennek a békének a kilátásait, és 1947. április 15-én Sztálin fogadja Marshallt, és ez a találkozó nem járt valami nagy sikerrel. Sztálin megöregedett, noha Marshallal valahogy egyidősek voltak, Sztálin kifejtette neki, hogy nagyok az ellentétek. A két ország között Marshall számára a Sztálinnal való találkozás nagyon fontos volt, ki akarta kémlelni, meg akarta tudni, hogy számíthat-e az Egyesült Államok, amennyiben a Truman doktrina továbbfejlesztése értelmében segéllyel megtámogatja Európa országait, persze nem tette le a kártyáit Sztálinnak, és amikor visszatért, elmondja Trumannak, nem számíthat erre. A Szovjetuniónak nem áll érdekében, hogy Európa gazdaságilag megerősödjön. 1947. áprilisában George Marshall Moszkvába indult, a négy győztes nagyhatalom, akkor még Anglia és Franciaország is, hát papíron nagyhatalomnak számított, valójában már nem volt az, külügyminiszteri értekezletre. Potsdamban született egy olyan döntés, hogy lehetőleg három havonta vagy gyakran üljenek össze a külügyminiszterek, és döntsenek Európa és a világ sorsáról. Még közel volt a II. Világháború, még úgymond támaszkodnak egymásra. Hát egyre kevésbé játszottak szerepek ezek a találkozások, meg volt a párizsi békerendszer felépítése, és itt tovább. Marshallnak tulajdonképpen életet kellett volna lehelni ebbe a rendszerbe, ez neki nem sikerült Moszkvába. Marshall nagyon rossz viszonyba került ott Molotovval, a szovjet tárgyaló partnerrel, nem véletlenül nyugaton úgy beszéltek később Molotovval, Mr. Nyet, ő mindenre nemet mondott Marshallnak, igaz, hogy Sztálinnal korábban hát egyeztetett Molotov, akkor már jószerivel Sztálin árnyéka volt és teljesítette a szovjet diktátor valamennyi kérését, utasítását, én inkább úgy mondanám. Marshallnak volt egy nagyon fontos elképzelése Moszkvából, ki kell kémlelni, hogy amennyiben lesz egy ilyen európai segélyprogram, amennyiben Amerika szó szerint is nem csak átvét értelme visszatér Európába, tehát nem csak gazdaságilag, de katonailag, politikailag, akkor tulajdonképpen a Szovjetuniónak mi lesz erre az ellenválasza. Ráadásul, amikor már dolgoztak a Marshall terven, a leendő Marshall terven, Harriman, Acheson, Kennan és mások, akkor már felmerült az, hogy Sztálin, hát szatellit államai, kelet-európai országok, nyugat-balkáni országok, hát, sőt az összes balkáni ország, Görögországot leszámítva, hát részesüljenek a Marshall tervből, a leendő Marshall tervből, és akkor az Egyesült Államok beleszól ezeknek az országoknak az életébe. A Sztálinnal való találkozás 1947. április 15-én késő este kezdődött, és mind a két fél
mérhetetlenül csalódott. Sztálin pontosabban nem is csalódott, enervált volt, paranoiás volt, végig oroszlán fejeket rajzolt, nagyon közömbösen, és nem szívesen nézett Marshall szemébe. Marshall viszont, amikor a végén búcsúzott, valami ilyesmit mondott, ebben volt egy ilyen diplomatának a alakoskodása, de talán őszintén is, hogy Sztálinnak azt mondta, hogy soha nem találkozott még ilyen nagyformátumú politikussal, soha nem felejti el, hogy Sztálin milyen példázatokkal jött elő, hogy hogyan kell átkelni a tengeren, folyókon, milyen stratégiai kérdéseket kell alkalmazni. Megvan egyébként ennek a találkozásnak az orosz jegyzőkönyve, ez megjelent a Sztálin összes úgynevezett pótkötetében, amely most már publikus, és amely nagyon eltér az amerikai feljegyzések szövegétől. Kölcsönös vádaskodás volt ezeken a tárgyalásokon. Sztálin fölvetette azt, hogy elmaradt egy 6 milliárdos amerikai segély. Hát az amerikai nagykövet észrevette ezt a felsülést, és próbálta ezt jelezni Molotovnak, de Molotov tulajdonképpen legyintett az egészre. És Marshall úgy érkezett Moszkvába, hogy talán valamit el fog írni, de kiderült, hogy külügyminiszterként, jól látja ezt, nem fog semmit elérni, Sztálinra nem számíthat, és amikor visszatért Washingtonba, pontosan ezekkel a szavakkal referált Trumannak, a szovjetekkel folytatott diplomáciai tárgyalásokból semmi nem fog kikerekedni a továbbiakban, az oroszokkal nem megyünk semmire, nem érdekük Európa gazdasági megerősödése. És az Európában dolgozó amerikai vezető diplomatákkal is találkozott közben. Marshall, ha valahova elment, például Londonba, akkor rögtön mindenki odautazott, és azt hallotta tőlük, Anglia megmarad megbízható európai szövetségesnek, Olaszországban és Franciaországban azonban nem lehet bízni, ha így megy tovább. Ott állandóan váltják egymást a gyengébbnél gyengébb kormányok, koalíciós kormányok, instabil a helyzet, és amennyiben ez így megy tovább, és Amerika nem siet Európa segítségére, nem csak gazdasági krach várható, hanem Olaszországban és Franciaországban kommunisták hatalomra kerülnek. Na most én úgy látom, többnyire ezek a Marshall-féle érvek késztették Trumant is, és az egész tímet, amely nagyon tehetséges közgazdászokból, politikusokból és diplomatákból állt, kb. 30-40 ember dolgozott már a leendő Marshall terv részletein, hogy felpörgessék ezt az egész folyamatot a segélytervekkel kapcsolatban. Nehéz játszmának ígérkezett viszont, hogy az amerikai kongresszusnak meg kellett erősíteni Truman elnöknek a tervét, hát hatalmas pénzről van szó, és hát a pénz azért izgatja a politikusokat is, a tőkéseket is, meg általában az amerikai elit tagjait. És az amerikai gazdaság élet főbb szereplőit rá kellett venni Trumannak és Marshallnak, hogy jól fognak járni, hogy kihelyezve a pénzt, és főleg a hatalmas, irdatlan mennyiségű árut Európába, ez a pénz busásan visszajön a számukra. It is a difficult program, and you know far better than I do the political difficulties involved in this program. Megjegyzendő, a nagy világégés előtt is jelen voltak az amerikai márkák, termékek, de akkor még az európai nagy hagyományú gyártók mellett kellett helytállniuk, azokkal versenyezve. A második világháború után viszont a leromlott európai infrastruktúra miatt, az európai gyártók nélkül, vetélytársak nélkül szinte sokkal könnyebb lett az amerikaiak dolga. És ami addig többnyire konkurencia harc volt, az kényelmes jótékonykodás segély formájában megnövelte Európában az amerikai márkák és cégek domináns szerepét. Amíg Nyugat-Európa amerikanizálódott, addig Kelet-Európa és Balkán, bár nem szoktam ezt mondani, úgymond szovjetizálódott.
A két rendszer közötti különbség rányomta bélyegét a Marshall-terv életbe lépése után Európa két felének életmódbeli attitűdjére is. Az egyik oldalon aládúcolódott a fogyasztói társadalom. Ezzel szemben Moszkva befolyási övezetében egyszerre volt jelen a meglehetősen álságos békeharc, úgyis mind a fokozódó osztályharc, birodalmi küzdelem része. És ami legalább ennyire lényeges, a paranoia kölcsönösen az egekben nőtt, bár vitatható, hogy ez pusztán paranoia volt, vagy a kétféle rendszer antagonizmusa, melynek lételeme a másik felszámolása. Az enyhülés, a békés egymás mellett élés, a Helsinki folyamat, persze ezek is sokban efemer fogalmak voltak, egy jóval későbbi történet fejezetei. Nos, ezekre még visszatérünk. Kedves nézőim! Az 1947. június 5-én a Harvard Egyetem aulájában elhangzott Marshall beszéd, hát stilisztikailag megközelítve beszéd, tehát nem volt egy olyan nagy durranás. De egy ilyen beszédnek nem is biztos, hogy nagyon fontos, szofisztikált beszédnek lenni. Árnyaltan fogalmazott Marshall, unalmasan felolvasás volt ez lényegében. Az a lényeg, hogy mi van e beszéd mögött. És amikor készült erre a beszédre Marshall, rengeteg ötletet ő maga gondolt át, és felhasználta munkatársainak a előkészítő munkájuk során létrehozott piszkozatokat is. Egyébként ez a beszéd majdnem Truman beszéd lett, és majdnem Truman terv. Echesonnak és Kennannak az volt a véleménye, mondja el ezt a fontos beszédet Truman. Jó viszonyban voltak nagyon Marshall-al, hát el is mondták ezt neki, de Truman döntött el, hogy legyen Marshall terv és Marshall beszéd. Azt mondta, hogy ha én elmondom ezt a beszédet, sokkal nehezebb lesz a kongresszuson keresztül átvenni ezt a beszédet. Egy külügyér, egy külügyminiszter, egy híres tábornok, az egy szakértő. Azt nagyon szeretik az ellenzék tagjai közül nagyon sokan. Marshall tisztában volt azzal, amikor készült erre a beszédre, hogy az Egyesült Államok sokkal jobban áll gazdaságilag, anyagilag, mint a második világháború kitörése előtt. 1945 nyarán amerikai gyártmányú volt a világ ipari termelésének közel a fele. Amerikai trezorokban őrizték a világ aranykészletének kétharmadát. És ami nagyon fontos, az Egyesült Államok helyezte ki a hazai és külföldi tőzsdékre az értékpapírok, tehát világszerte alakul így ez az adat, háromnegyedét. Na most a Marshall terv szerint, mert ez egy team volt, amely előkészítette, de azért Marshall nevéhez nem csak formálisan fűződik ez a terv. A Marshall terv szerint, amennyiben Európa gazdasága helyreáll Amerika segítségével, a tengeren túli gazdasági pénzügyi szektor úgy nyerhet új lendületet, hogy az Egyesült Államok is rendkívül módon jól fog járni. Amikor készültem erre az előadásra, két érdekes idézetre figyeltem fel. Az első. Folyton a Marshall tervről beszélnek. Már nevem szerepeltetése is eléggé sajnálatos, de ami a tervet illeti, ez egyenesen botor túlzás. Egy ötletet vetettük fel, ennyi az egész, mondotta George Marshall 1947. októberében. Hát ez nem így volt. Európa számára ez egy döntő lépés volt, hogyan tovább. A Marshall tervben gyökerezik sok minden, a mai NATO, a mai Európai Unió nem csak a Marshall tervből ered, de a Marshall tervből is fakad. És érdekes, amit Harry Truman mondott a kongresszus képviselőinek, amikor 1947. decemberében vitatkozott félig meddig, de hát előttük szónokult. Minden tervünket és tevékenységünket arra a tényre kell építenünk, hogy a helyzet, melynek problémáival foglalkozunk, óráról órára változik, és nekünk folyvást készen kell állnunk arra, hogy a helyzethez
alkalmazkodjunk. Ez egy nagyon érdekes álláspont mind a kettő. Na most több európai államfő már tudott a Marshall tervről, mielőtt annak a tervnek bizonyos részletei elhangzottak volna 1947. június 5-én a Harvard Egyetem aulájában. A segélyprogram rendkívül fontos volt a roskadozó, düledező Európa számára, és mégis robbant a bomba, sokkal hangosabban, mint a Truman doktrina meghirdetése nyomán. Pénzről volt szó, és a pénz nagy úr a kapitalista világban, de nem csak a kapitalista világban. Európa szerte, mert az eredeti Marshall tervben ez egy európai segélyterv volt, és ebből a pénzből, és ebből az hatalmas árukészletből, ha megegyeznek, jutott volna Kelet-Európa és Balkán országainak, de még a Szovjetuniónak is. Az az igazság, hogy nem mindenki úgy hitte 1947-ben, hogy ebből a tervből Európa kilábol a gazdasági bajokból, és politikailag valamennyire stabilizálódik. A szkeptikusok, mert voltak ilyen szkeptikusok is, nem hitték, hogy a Marshall segély materializált formát öl majd rövidesen. 1948 áprilisában konkrétan megindult a Marshall terv, 1947 nyarán többen vezető európai politikusok közül ezt nem hitték. Másik sok óvatosan fogalmaztak, és szkeptikusok voltak másképpen. A segélyterv túl későn jött. Mire egyáltalán beindul, Európa marginalizálódik. Weimári idők fognak előjönni. Előjönnek a gazdasági világválság tünetei is. Voltak olyanok is, akik azt hitték, hogy a Szovjetunió be fog keményíteni a Marshall segély nyomán, és Európa egy újabb háború szélére kerül majd. Sztálin szokásához híven eleinte őrjöngött, másokba kereste a hibát, hogy egyáltalán nem jött rá arra, hogy egy ilyen terv készül, és tényleg közel van. Jól lehet a szovjet hírszerzők, jelesül a Cambridge-i ötök, jelesül a Washingtonban angol követségen dolgozó Donald McLean, jelezték korábban, hogy készül egy ilyen gazdasági fordulat, de az egész tervről nekik nem volt fogalmuk. Sztálin hibáztatta a udvari közgazdászait, hibáztatta a magyar származású Varga Jenőt, aki azt sugallta számára, hogy Anglia és az Egyesült Államok neki mennek egymásnak, Európa gazdasági térnyerése izgatja ezt a két államot, és különben is az Egyesült Államok nem is rendelkezik ilyen hatalmas pénzösszegekkel, hogy kisegítse Európát. De először Sztálin úgy döntött, hogy vegyünk részt azon a párizsi konferenciát, amely a Marshall-féle terv megvitatását tűzi ki célul. 1947. június 23-án Molotov táviratozta Marshallnak, hamarosan elindul Párizsba. El is indult egy 100 tagú delegáció kíséretében. Ennyi szakértő kísérte Molotovot. Hát a szovjet diplomaták és a szovjet szakértők, közgazdászok meg voltak győződve, jól érzik magukat Párizsban, a nemzetközi tanácskozások városában. Volt, aki három bőröndöt, összecsukható bőröndöt pakolt össze, és ezt behelyezte az egyik legnagyobb bőröndöt, be is, hogy hát ők majd jól bevásárolnak. Hát a több szatellit állam vezetője is rendkívül mód örült a Marshall tervnek, és érdekes, hogy Molotov három országot külön is figyelmeztette, hogy nyugodtan vegyetek részt ezen a konferencián, Magyarországot, Csehszlovákiát és Lengyelországot. Ők már akkor különösen azon törték a fejüket, miként jussanak nagyobb nyugati kölcsönhöz. A tanácskozás június 27-e és július 2-a között zajlott Párizsban, de jó, ha másfél-két nap telt el munkával, bizonytalanság jellemezte az egészet. Molotov előadta azt a sztálini tervet, hogy mindenki készítsen egy listát, mennyit kér az Egyesült Államoktól dollárban, és mik az igényei.
Na most ez egy ellenterv volt, mert tulajdonképpen Sztálin nem akart beleegyezni abba, hogy az Egyesült Államok mérje föl egy-egy ország, többek közt a Szovjetunió és hát kelet-európai szatellit államai, balkáni szatellit államai gazdasági potenciálját. Marshall viszont és nyugati kollégái, az angol és a francia delegáció vezetői főleg készek voltak egy ellentervvel, egy ilyen cselekvési tervvel. Egy-egy ország gazdasági, pénzügyi helyzetének a felmérése, az elsőrendű feladat, a sérült helyzetbe került különböző országok gazdaságainak illeszkedni kellett egymáshoz, hát ebbe a Szovjetunió végképp hát nem egyezett bele, és hát ezt a tervet Marshall közölte Párizsban külön is Molotovval. Sztálin akkor visszarendeli Molotovot, visszarendeli a szovjet küldöttséget, az árura, zsákmányra készül szovjet diplomaták és politikusok és gazdasági tanácsadók hát nem vásároltak be, és érdekes, hogy Ernst Bevin angol külügyér mennyire megörült ennek az egésznek, hogy távozik a Molotov vezette szovjet delegáció, azt mondta, hogy megszületőben van egy nyugati blokk. Hát ebben van valami. Sztálin megkönnyítette Marshall számára az egész helyzetet. Amennyiben a szovjetek továbbra is tárgyalnak, ez elhúzódik, ők húzzák, halasztják a döntést. A kongresszusi delegátusok, a kongresszusi küldöttek, az Egyesült Államok észhez kapnak, hogy hát a Szovjetunióval kiegyezik az Egyesült Államok, kiegyezik a többi kelet-európai, hát Szovjetunió befolyás alatt álló országokkal, akkor miért kell nekünk pénzt juttatni a kommunistáknak? Ez lett volna az álláspontjuk, esetleg zátonyra fut a Marshall terv. Minden esetre Averell Harriman, aki kitűnően ismerte Moszkvát, mert több évig Sztálin közelében és Molotov közelében ott dolgozott, vezette az amerikai követséget, fölmérte az egészet, és amikor meghallotta, hogy Molotov végképp távozik, mert a Szovjetunió nem akar semmibe beleegyezni, föllélegzett és valami ilyesmit mondott, hogy Joe bácsi ismét segített nekünk. 1947-ben Párizsban a Marshall terv elfogadással körüli megbeszélések újabb stádiumba léptek. Molotov elutazott. Elutazott a 100 fős küldöttség, hát nem vásároltak be, sőt, amikor visszatértek, akkor Visinszky, Molotov helyettese, Andrei Visinszky, a szovjet perek volt főügyésze, és aki hamarosan Molotov utódja lesz, mint külügyér, mert Molotov kegyvesztett már régóta, 1945 ősze óta Sztálin szemében, és eljött az idő lecserélni őt. Ez a Visinszky összehívja ezt a 100 fős delegációt, Molotov nincs jelen, és valami ilyesmit mond. Azok az elvtársak, akik azt hiszik, hogy még eljutnak Párizsba, nagyon-nagyon tévednek. A francia és az angol diplomaták éppen olyan rühes kutyák, mint Marshall és köre, mostanában szódinora vesszük a nyugattal való titkos és nyilvános tárgyalásokat is. Ez egy érdekes dolog. Egy olyan szovjet idős diplomatától is hallottam ezt a szép kis Visinszky tirádát, aki jelen volt ezen a megbeszélésen. Na most közben pedig Párizsban, július 4-én két külügyminiszter, a francia Georges Bidault és az angol Ernst Bevin szétküldtek egy táviratot nyugati és kelet-európai és balkáni kollégáiknak, hogy jöjjenek ismét Párizsba, jobban felkészülve, újabb elánnal megbeszélik a Marshall terv körüli dolgokat, immár döntést is hoznak, végleges döntést. És hát két országnak azért nem ment távirat, Szovjetunió és Spanyolország. Most a sztálini Szovjetunió azért nem kapott ismét meghívást, mert tisztában volt Marshall is, Bidault is, Bevin is, hogy amennyiben Molotov úgyse jön el, de amennyiben akár csak szovjet megfigyelők megérkeznek
Párizsba botrányt fognak okozni, jobb távol tartani őket. De miért Spanyolország? Ezt mai fejjel sokan el sem tudják képzelni, hogy 1945 után még Spanyolország fasiszta államnak számított, ezt a kifejezést nem falangista államnak, hanem fasiszta államnak számított, a Szovjetunió nem, Franco nem, elmúlik egy pár év, és már amerikai támaszpontok vannak Spanyolországban, Spanyolország már komoly segélyben részesül, a nyugati világ vezető gazdasági hatalmainak a részéről, Spanyolországot aztán később fel is veszik a NATO-ba, hát a világ változik, velük együtt változik a politikai elit felfogása. Július 5-én Moszkva értesíti a szövetségeseit, a szovjet delegáció nem utazik, de hát őszintén szóval senki nem is hívta meg őket, de ők nyugodtan menjenek. Egészen szolid hangvételű Molotov körtávirata, ez egyébként pozitívan hatott Lengyelországra, Csehszlovákiára és Magyarországra, ők mindenképpen készültek utazni, számítottak a segélyprogramra, számítottak esetleg amerikai kölcsönökre. Valamennyire vacillált Románia és Bulgária és Albánia, viszont Jugoszlávia nagyon kevélyen és keményen egyetértett a szovjet döntéssel, Tito a Kelet-Európa és a Balkán legbaloldalibb, legradikálisabb politikusa mondjuk Sztálin után, vagy Sztálin mellett. Itt is elmúlik néhány év, és Jugoszlávia bőven részesül a Marshall segélyből. De hát akkor még már Jugoszlávia szembe kerül a sztálini Szovjetunióval. Július 6-án új, egészen megalázó távirat érkezik a kelet-európai fővárosokba. Tessék elhúzni a választ, ne válaszoljanak. El kell húzni a választ minél tovább. Hát magyarán ártsunk a Marshall tervvel kapcsolatos konferencia házi gazdáinak, az angol és a francia külügyérnek. És végül pedig július 7-én Molotov egy újabb táviratot küld, utasítsák el a meghívást, semmiképpen ne menjenek el. Mindez persze nagy felháborodás vált ki Kelet-Európában, de hát mindenki úgy tesz az elit körében, és a kormányvezetők közül is mindenki úgy tesz, hogy semmi nem történt. Nem nyomásra válaszolunk így, de Finnország magatartása érdekes. Finnország kétszer háborút viselt a Szovjetunió ellen, 1939-40-ben, amikor a Szovjetunió megtámadja Finnországot, és hát a II. Világháború alatt, amikor Finnország Hitler nagyon komoly katonai szövetségese volt, és fenyegette Leningrádot. Igen ám, csak a finn vezetés, amely polgári politikusokból állt főleg, Paasikivi, Finnország vezetője, nem akartak még egy háborút megvívni a Szovjetunióval, és tisztában voltak, hogy Finnországot a Szovjetunió úgyis mint szomszéd, úgyis mint a jóvátételeket behajtó ország, úgyis mint egy agresszív állam, azonnal le fogja rohadni. Csehszlovákia is érdekes módon válaszolt, pontosabban Moszkvának nem is felelt azonnal, hanem küldött egy táviratot Beneš köztársasági elnökhöz közel álló külügyér Jan Masaryk, Tomáš Masaryk, az egykori csehszlovák elnök fia, ő egy Amerika barát, angol barát politikus volt eredendőn is, a szovjet diplomácia képviselőivel egész jól megvolt a II. Világháború idején, Londonban, ahol emigrációban élt, hogy ők mennek. Na most Sztálin tudott erről, mert a még Beneš környezete is tele volt ügynökökkel, és Sztálin Moszkvába rendelte, de szinte azonnal, július 8-án Klement Gottwaldot, a kommunista politikust, aki a csehszlovák kormány miniszterelnöke volt, és jó néhány minisztert. És akkor először Gottwaldot négy szem közt fogadja Sztálin. Gottwald Moszkva szállóba visszamegy, ahol a csehszlovák delegáció éppen, hogy berendezkedett, épp hogy kicsomagoltak, és azt mondta, hogy én még ilyen dühösnek nem láttam Sztálint. Késő este pedig az egész csehszlovák küldöttség Sztálin elé járult, kénytelen volt elé járulni, és Sztálin leszitta őket, legorombította, és azt mondta, hogy
Kőkeményen válaszoljatok, hogy nem megyünk. Próbált még kapálozni Jan Masaryk, és Sztálin pedig azt mondta neki, hogy szó sincs róla, semmiféle kormányülés Prágában, semmiféle megbeszélés. Most hiketnünk, most el kell dönteni, hogy a csehszlovák küldöttség nem utazik ki Párizsba. És Jan Masaryk elkeseredve barátainak és Benesnek is elmondta visszatérve csehszlovák fővárosba, Prágába, hogy úgy érkeztem meg Moszkvába, mint egy független állam minisztere, és úgy jöttem vissza Prágába, mint egy szovjet lakály. 1947. július 10-én ülésezik Budapesten a koalíciós magyar kormány, a miniszterelnök kisgazda Dinnyés Lajos. Olyan felszólalók, mint Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, a szociáldemokrata vezér Szakasi Csárpát szabályosan gyalázzák a marsal tervet félig meddig, és hát hosszan és részletesen jelentik ki, ki kell innen maradni, de hogy megyünk Párizsba. Az az érdekes, hogy Dinnyés még náluk is keményebben fogalmaz, holott ő egy kis gazdapolitikus. Nem olyan rég azonban rábukkantam egy olyan levéltári, alig hanem publikálatlan forrásra, Sztálin tudott arról, és el is mondta hivatalos tárgyalásai során, hogy Dinnyés Lajos kriptokommunista, vagyis titkos kommunista. A marsal terv később, miután már a kommunista párt és a Rákosi átveszik a hatalmat, Magyarországon szabályos szitokszó. Összesen 11 brosúra és könyv jelent meg a marsal tervet gyalázó. Itt van egy francia szerzőkönyve, hadd mutassam meg. A címlapon, a borítón is egész jó borító, alkalomhoz illő, és nincs odaírva, hogy ki volt ennek a borítónak a szerzője. Én úgy tudom, hogy egy nagyon neves művész, no de mindegy, ott van a bőség szarója. És a bőség szarójában vannak olyan tipikus amerikai élelmiszerek és más amerikai áruk. A népszerű Campbell Soup is. És nekem eszembe jut egy szentimentális amerikai olasz film, melynek címe Jó estét, Mrs. Campbell, Gina Lollobrigida, hát a ragyogó színésznő főszerepével. Jóval később a Marshall terv elfogadása után keletkezett ez a film, és a megszépítő messzeség átváltoztatta a valóságot. 1947-ben hatalmas olasz tüntetések voltak az amerikai úgymond megszállók ellen, az ott tartózkodó amerikai csapatok ellen, a jenkik ellen. Ezeket a tüntetéseket leginkább a szocialisták, a kommunisták, sőt olasz nacionalisták szerveztek. És végül, de nem utolsó sorban, hiszen a Marshall terv története 1947. júliusában Párizsban csupán kezdetét vette, és 1948-ban bontakozott ki igazából. A résztvevő küldöttségek, hát ha nem is megszavazzák, de majd, hogy közfelkiáltással eldöntik, hogy a Marshall terv sok jót és sok szépet fog hozni Európának. A 14 milliárd dolláros hatalmas összeg 1948 tavaszától az alábbiakban oszlik meg. Előre mutató adatok ezek, hogy összesen 4 ország megkapja ennek a hatalmas összegnek a 60%-át, és ezt le tudják vásárolni amerikai áruban, megszerzik ezt a bizonyos Marshall segély összeget, plusz még investíciók is vannak, plusz az újjáépítés költségének bizonyos részei is a Marshall tervből erednek. Sorolom a számokat, ezek beszédes számok, Franciaország közel 3 milliárd 104 millió dollár a 14 milliárdból. Nagy-Britannia 3 milliárd 585 millió dollár. Olaszország, éppen a kommunista hatalom átvétel veszélyének kitett Olaszország, az Egyesült Államok nagyon sokat foglalkozik ettől kezdve Olaszországgal,
$1,600,000,000. Végül pedig Nyugat-Németország, vagyis Németország nyugati tartományai, a leendő NSK területe ez valamivel kevesebb, mint $1,500,000,000. Nos, ezek hatalmas összegek. Nem mai kurzussal, nem mai dollár értékkel kell számolni. Akkor a jegyrendszerrel, szegénységgel, inflációval, általában szinte teljes krachal küszködő Európának ez az injekció óriási mód hatott, pozitívan, és hát le is vásárolhatták az árukat Amerikától, megverték a dolgokat. Más kérdés, hogy az európai függetlenségnek úgymond annyi lett. Amerika hosszú éveken át uralja ettől kezdve Európát, mondjuk ki. Na most Washington ellen annyira 1947 nyarán ágáló Jugoszláviának egy egész szép summa jutott, $231,000,000. Érdekes volt az 1947-es esztendő sorsdöntő év, főleg annak második fele. Amerikaiak és angolok már készítik elő Németország nyugati megszállási övezeteinek az egyesítését. Ketté kell osztani Németországot, és hát a franciák eleinte tiltakoznak is, nem örülnek ennek. Új szakaszba lép a görög polgárháború, Sztálin immár nem tartja be szavát, 1944-ben megígérte Churchillnek, hogy Görögországba nem avatkozik be, a görög kommunista partizán csapatokat nem segíti. Hát megváltozott a helyzet, de Sztálin igyekszik Albánián, Bulgárián és Jugoszlávián keresztül segíteni főleg a görög kommunista pártot és a görög partizán csapatokat. Olasz és francia kommunista pártokat viszont ledorongolja, azoknak a vezetőit ledorongolja többször Sztálin. Miért nem vették át eddig a hatalmat? Hát ő maga tartotta őket vissza 1945-ben és 1946-ban, amikor még arra számított, hogy gazdaságilag, tehát politikailag is még alkukat köthet a nyugattal. És mivel hát Európában bevonul Amerika, visszatér úgymond az Egyesült Államok, akkor létrejön egy félig romos lengyelországi kastélyban, 1947 őszén létrejön a Kominform. Ez egy ilyen fiók európai Komintern, kommunista világpárt ilyen laza egyesülése, Belgrád székhelyel, és egy közös lapot is adnak ki. Tehát ezek a nagy változások, és hát persze van egy érdekes történet, a világ egyik legnépszerűbb és legszebb akkori asszonya, Evita Perón, az argentin diktátor felesége, énekesnő, színésznő, és nagyon nagy hatással van a közvéleményre, nem csak Dél-Amerikában, de Európában is, európai körútot tesz. És mivel Európa ketté oszlott már lassan, a hidegháború újabb stádiumba lépett, Evita Perón, erről kevesen tudnak, felrúgja Sztálin országának tett ígéretét, hogy ellátogat a Szovjetunióba, holott Perón, argentin diktátor. Sztálin egyik kedvence volt furcsa módon, szélső jobboldali szimpátiájú ellenére, és Sztálin még pénzben is egy nagyon nagy összeget, dollárban, egy segélycsomagot nyújtott a háború befejezése körül Argentinának. Az 1947-es esztendő tehát Nyugat-Európában, a Szovjetunióban és Kelet-Európában és a Balkánon teljesen másképpen zárul le. Erről szól majd a következő előadásunk.